A családom mellett a mentőszolgált az életem, és én most úgy érzem, hogy ez egy életpálya megkoronázása volt. Nagyon örülök neki. Mondta a miniszteri elismerő oklevele kapcsán Kardos József megyei mentőtiszt, aki válló szakember, 1980 óta dolgozik a mentésben. Eredetileg én orvos akartam lenni, és a szemelvesz orvos egyetemre jártam, ott tanultam, majd nyári szünetekben hogy uh, uh, kiéljem az embereken való segítő szándékomat, elmentem mentőzni. És addig-addig mentőztem, még nagyon megtetszett. Aztán a mentőzés lett az életpályája. Minden alkalommal megdobban a szíve, ha szirénázó mentőt lát. A család, mint hátország, sokat segítette őt a nehéz pályán. Oktatóként is hatalmas szerepet vállal a mentősök, valamint a civilek és az elsősegélynyújtók képzésében. Pontosan tudjuk, hogy a mi meghosszabbított kezeink az első segélynyújtók. Az utca embere, a családtag, a munkahelyen a munkatárs, tehát addig, amíg mi ki nem érünk, nekik kell helyt állni. És nagyon-nagyon fontos, komoly esetekben, hogy addig mi történik, amíg a mentő kiérkezik. A vezető és oktatói feladatok mellett már készül a nyugodtabb, élménygazdagabb életre. Egy másfél év múlva nyugállományba vonul, szeretne több időt tölteni családjával és utazgatni.